Szép napot kívánok mindenkinek. Vendégem a stúdióban Kalocsai Krisztián, aki hip-hop boys együttes énekese volt, és most személyi edző, vagy testépítőként dolgozik. És arról beszélgetünk, hogy hogyan indult ez az út, és hogy érkezett ide. Szervusz Krisztián, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Tehát ugye, először is. Mondhatjuk azt, hogy nagyon távol áll ez a két dolog, de mégis az út valahogy elvezet oda. Tehát első felismerés... Nem áll távol. Nem az áll az távol? Igazság, hogy a sport, a mozgás, az egész a külső... Jó, de az egy zenélés, az egy művészet. Nem zenész vagyok, én táncos voltam. Tehát az, hogy rapper voltam, ugye anno dance floor, tehát sose én voltam a fő énekes. Tehát az, hogy basszusba eldörmögök valamit, az egy teljesen másik dolog, mint hogy valaki gyönyörűen... De azért mégis ez rapperni, az művészet azért, akárki nem művész, alkalmas. Művészet, de én sokkal inkább tartom magam színpadi showmannek inkább, mint zenésznek. Nem játszom semmilyen hangszeren, tehát... Jó, de akkor is a hip-hop boys tagjaként, igen? Azért körülvett benneteket egy népszerűség, és vele járó a mindenféle reflektorfény. És a ez így igaz. És onnan, amikor vége van, akkor egy űr keletkezik, vagy útkeresés van? Nem ott kezdődött, ez sokkal korábban hogy kezdődött. Ez ott kezdődött, hogy talán 6 évesen láttam a Bruce Lee Sárkány közbelép című filmjét. Igen. Még a Filmmúzeum nevezetű, annó kevés mozi volt, ez volt az egyik. És én Indiában láttam. Egy amerikai filmet, és szenzációs volt. És hazafele 6 évesen belelkesülve egy barátommal mentünk haza, és egy építkezésnél megálltunk, ahol nekiálltunk téglákat törni, de hát nem nagyon sikerült összetörni, csak a kezünket. És pont arra járt egy karate mester, Kurdi Gábor, igen? Aki oda ment, összetörte, ami téglát össze kellett, és azt mondta, hogy akkor másnap vár minket edzésen. És én lényegében 6 éves koromban elkezdtem sportolni, heti 5 alkalommal. Küzdősport. Küzdősport, karate, versenyszerűen, amiből utána 14 éves koromban átment a tánc világába. Aha. Tehát így lettem táncos. Ugye maga a mozgás szeretete, maga az egész... aki én vagyok, az egész karakterem, az karaténak köszönhetem. De. És utána jött ugye a tinikor, választanom kellett, hogy most akkor karate vagy tánc, és én a táncot választottam, amiből utána nagyon gyorsan lett hip-hop boys. De várják, közben volt azért pénzügyekkel foglalkoztál? Meg az utána volt, ugye? Hát, igen, amikor, az első szünetben. Igen, tehát rögtön nem jött a mozgás, ugye? A testépítés vagy a bármilyen. Nem, a testépítés az már a hip-hop boys idejében elkezdődött, az volt ugye a bodybuildingnek az első nagy fénykora, igen. Ez a 90-es évek második fele, és ugye nálunk a megjelenés, a színpadi külső, ezzel törődni kellett, és ezért mindannyian, mind a hárman jártunk edzőterembe. Tehát én lényegében 92-ben kezdtem el edzőterembe járni, és foglalkozni vele, persze nem versenyszerűen, de azért... Jó, de most ahhoz kellett testalkat, tehát hogy hip-hop boys-ba legyél, hogy ott mozogját, showman legyél, ahhoz kellett testalkat. Hát, hogy mondjam, valahogy kialakult, de hát voltak alacsony emberek, magas emberek, tehát el lehet fogadni. Én úgy gondolom, hogy te törődsz a testeddel, sportos a fizikumod, valamit képvisel szellemileg is, akkor ez át fog jönni a színpadon. Várjál, azért a testépítés, a bodybuilder. Igen. Azért ott nem mindenki, és nem mindig tiszta eszközökkel építik azokat az izmokat. Ez így igaz. Melyik ott sportban? Tessék? Melyik sportban tiszták az eszközök? Jó, vajon? De te tisztán tartottad magad? Neked fontos volt, vagy te is beleestél abban a hibába, hogy azt mondja... Mindenki beleestem én is. Igen? Következő, mind a versenysportnál, mind a színpadon, a probléma az, hogy nagyon kis idő alatt kell elérned a nagyon erős eredményeket. Ki vagy hegyezve, hogy? Nincs rá időt, nem tudod végigjárni azt a hosszú utat, rövidítened kell. Így sajnos ilyen-olyan eszközökhöz hozzányúl az ember, de hozzáteszem, ennek még látom az okát, nem támogatom. De következményeit? Következményei is lehetnek. Igen. Lehet. Ha időben abba tud hagyni az ember? Nem csak az időben, tehát valamit valamiért. A probléma az, amikor egy amatőr,
akinek nincsenek verseny céljai, nem kell a színpadon ott lenni, ugyanezekhez az eszközökhöz hozzányúl, akár fiatalon, igen, és mondjuk egy 20 éves srác hazavágja a saját hormontermelését azzal, hogy mondjuk szteroidokat használ. Na, igen, ezt nagyon-nagyon ellenzem. Igen. Az, hogy a sportolóknál, ahol teljesítménykényszer van folyamatosan. Igen, igen, igen. És azért valljuk be, hogy azért nagyon szép álom ez, de nem hiszek abba, hogy 4 évente másodperceket javítunk az időkön, mert olyan a húszófelszerelés. Jó, de azért, ha egy mód van rá, ember próbáljon a természet adta testből maximumot kihozni. Ez így igaz. De te gondolom, te is rájöttél erre a felismerésre, és azért gondolom, hogy utána már azért másképpen álltál hozzá. Persze, a következő az, hogyha van egy célod, van egy időd, ezt kell elérni, akkor meg lehet azt nézni, hogy meg lehet-e csinálni, hogyha tisztán nem lehet megcsinálni, akkor mik az eszközeik, milyen kockázatot válasz, és milyen, akkor mérlegelned kell. Te azért sikeres vagy, beszéltem olyan emberekkel, akiknek segítettél, mint személyedző. Így igaz, van egy párom. Újra, ha összejönne valami együttes, és ott kéne színpadon lenni, akkor belevágnál? Mai napig csinálom. Csinálod? Létezik Hip Hop Boys, illetve nem Hip Hop Boys, úgy hívjuk a produkciót, hogy Retro Show OG-dákkal, Hip Hop Boys Retro Show OG-dákkal, ez a produkció címe. Itt én vagyok, és két táncos, lényegében egy playback műsor, ugyanúgy táncolok. Aha. Egy playback műsor, járunk fellépni, és tök jó budik vannak. Miközben hip-hop boys, reflektorfény, testépítés, a személyedző, mindeközben a magánéleted, az ugyan stabilan megy, vagy ez valahogy... Van valaki, akinek stabil ma a magánélete. Nem, ilyet, veled mi a helyzet? Hát épp egy gödörből most lábalunk ki a feleségemmel, bár még talán a közösségi oldalon azt hiszem még elvált vagyok, de most lehet, hogy ez a dolog. Újrakezdés van? Újra kezdtünk, igen, fél évig külön voltunk, nagyon sok dolgot átértékeltünk. Megint megtanultam azt, amit nagyon sok embernek tanítok, hogy néha hátra kell lépni egy lépést, hogy lássad a képet. A bizonyos távolságból. Igen. Ugye? És meg kell tanulni elengedni dolgokat, illetve ezt pedig talán a zen buddhizmusból vettem, hogy... Végre valaki zen buddhizmus. Azt mondom, csak én beszélek róla, de... No. Nem, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos... Közel hozzá a zen buddhizmus? Abszolút, abszolút. Sőt, ebbe a válásos időszakomban lényegében ez volt az a tanítás, ami miatt el tudtam engedni a házasságomat. És de melyik gondolat volt, melyik mondat? Az, hogy a jelent nézzük, és ne különböző képzeteket vetítsünk ki a jelenre, és a múlt szép képeivel próbáljuk a jelen sivárságát, vagy a jelen valóját eltakarni. És rájöttem azt, hogy hiába volt szép és jó és gyönyörű minden a múltban, a jelen az rossz. És akkor teszek jót a másikkal, ha elengedem ezt a kapcsolatot, és nem vetítem a múlt képeit a jelen. Világos, egyértelmű, igen, világos, hogy ott tartózkodni, ahol. Pontosan. Tehát akkor ti elváltatok, és te külön... Nem váltunk el, szétköltöztünk. Akkor leváltatok egymásról. Igen, szétköltöztünk. De külön dolgoztatok mindenki a saját lelkén, vagy közösen köztetek? Abszolút, hiszen én próbáltam neki megmutatni pont ezt a példabeszédet, ahonnan nekem ez az egész dolog leesett, és neki akkor nem ült ez a dolog. Ő szépen először ugye támadott engem, tehát jöttek a szokásos, ugye ilyenkor van a védekezés reflex mindenkiben működik. Igen, ami végigment. Végigment, és egy idő után, amikor letisztultak a hullámok, akkor ő is meglátta a pillanatot annak, ami. És itt ez talán a fő, hogy úgy lássuk a jelen pillanatot annak, ami. De látod, ezen a dolog, meglátni ezt a pillanatot, igen, és csak akkor lehet, ha múltat nem hagyjuk, hogy ráboruljon, se a jövőt, hanem csak a jelenben. Igen. Igen, tehát és ez nehéz és ritka, mert vagy a múlt képeit vetítjük rá, vagy a jövő félelmeit, és emiatt nem élünk a jelenben. Hát Krisztián, szerintem legfontosabb üzenet is nem is a test építés, meg a személyedzés, hanem ez a lelki edzés, amiről beszélünk. Pontosan, én nem egy személyedző vagyok. Számtalan ember indult el nálam, és én vagyok az edző, aki azt mondom, hogy az első hónapban én fenntartom a jogot ahhoz, hogy így visszaadom a pénzedet, és váljunk szét, mert
nekem látnom kell benned azt a magot, amire én tudok támaszkodni, és amit ki tudok használni annak érdekében, hogy oda jussunk, ahova te jutni akarsz. Én nem azért vagyok valaki mellett, hogy szeressen, én egy eszköz vagyok. Hanem, hogy fejlődjön. Hogy elérje azt a célt, amit kitűzött, nagyon sokan utálnak emiatt, viszont viszem őket végig az úton. Jó volt téged hallgatni, és végre zen szó elhangzott. Az már egy nagy csoda. Igen. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Nézzetek utána, köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Köszönöm.